Baranta Hagyományos Magyar Harcművészeti Versenyre kerül sor. Ugye a Baranta Hagyományos Magyar Harcművészeti Stílus jelen pillanatban 10 országban van jelen, úgyhogy Los Angeles-től egészen Moldváig találkozhatunk Baranta csapatokkal. Magyarországon 47 Baranta csapat van és él és működik. Az ő feladatuk az, hogy a hagyományos magyar népi testkultúra és a történelmi testkultúrát egységesítő harcművészeti stílussal foglalkozzanak. Ez nem csak azt jelenti, hogy szabjázni, fokosozni, íjászkodni, ostorozni, lándzsázni, lovagolni és egyéb dolgokat kell elsajátítani, hanem azt is jelenti, hogy a kultúra egyéb tartalmait is el kell sajátítani, tehát ismerni kell a magyar táncokat, a magyar zenét, a mondavilágot, a mesevilágot, a szokásjogot, és természetesen az életmódot is valamilyen úton, módon el kell sajátítani. Minimális kertészeti ismeretektől elkezdve állattartási ismeretekig próbálunk ismereteket adni a magyar fiataloknak. Az elsősorban az, hogy egy magyar életstílust próbálunk közvetíteni, ami a múltból érkezik felénk, a jelenben is megvalósítható, és a jövőnek pedig értékeket tud adni. A legfontosabb része a Barantának, hogy a Baranta nem a hagyományos értelemben vett hagyományőrzéssel foglalkozik, illetve nem a nyugati módon értelmezett hagyományőrzéssel, ahol úgynevezett korszaki hagyományőrző csapatok alakulnak ki, ezek lesznek a Magyarországon is vannak ilyenek, ők a vértesek, ők a huszárok, ők a lovagok, ők a 48-asok, és a többi, és a többi. A Baranta esetében az a lényeg, hogy ahogy látható, hogy a jelképeink a történelmi zászlósor, hogy az egész magyar történelemben együttesen fellelhető értékeket szeretnénk összefoglalni, ebből a jelenben megállapítani egy állapotot, hogy mik azok az érték, amelyek minket jellemeznek, és utána mi ehhez bátran hozzányúlunk, magyar pedagógiai módszerekkel, magyar életfilozófiai háttérrel ezeket elkezdjük fejleszteni, hogy ezek jobbak, szebbek, tartalmasabbak legyenek, vagyis mi nem gondoljuk azt, hogy a 40-es, 50-es, 60-as években a népi kultúrával, meg az embereknek a gyárakba költözésével véget ért a magyar kultúra, hanem az élő közösségekkel ez ugyanúgy tovább működtethető és folytatható, és igen, van mit mutatnunk a körülöttünk lévő világnak, mert a világ akkor fog majd bennünket becsülni, amikor a valódi, számukra egzotikus magyar értékeket mutatjuk meg, amiket ők nem ismernek, akkor fognak bennünket igazából érteni. A versenyeken kívül természetesen nagyon sok mindennel foglalkozunk, hiszen próbálunk egyfajta életmódiskolákat is működtetni. Az egyik legnagyobb lehetőségünk most az, hogy azok a Baranta csapatok, amelyek vidéken működnek, azok a legtöbbször már kaptak az önkormányzattól valamilyen régi bezárt iskolát, óvodát, ahol egy helyet tudtak létrehozni, ahol annak lehetett egy igazi központja, ahol egy igazi otthonra találhatott ez a dolog, mert elképesztően sokrétű és igazi közösségformáló. Egy közösség meg akkor működik jól, hogyha van neki egy otthona, és ugyanezt próbáljuk elérni Budapesten is, és eddig úgy tűnik, hogy egy budapesti bezárt iskolát némi átalakítással egy Baranta sportkollégiumát tudunk alakítani, ami segíteni fog nekünk abban, hogy mind a eljövendő Baranta általános iskolai és középiskolának a tanári gárdáját, mind pedig a vidéken egyre nagyobb számban alakuló Baranta csapatoknak a szakembergárdáját meg tudjuk teremteni. És ez azért is nagyon fontos, mert közben Zürichben, Stuttgartban, New Yorkban ugyanúgy várják a szakembereket, mert jelen pillanatban nagyon nehezen működik ott a fejlődés, mert nem tudunk állandó jelleggel edzőket biztosítani ezekre a helyszínekre, és abban is reménykedünk, hogy a szorvány magyarságnak a összekapcsolásában, a fiatalok összekapcsolásában is komoly feladatunk lehet a Baranta terjesztésével.